Ismeri az Avont? Tudja, mennyi nagyszerű dolgot értünk el 125 év alatt? Az Avon története egyé vált nők generációinak történetével. 125 évvel ezelőtt egy vállalkozónak, David H. McCannellnek fantasztikus ötlete támadt. Olyan üzletet hozott létre, mely lehetőséget nyújtott a nők számára, hogy pénzt keressenek és anyagi függetlenséget teremtsenek maguknak. Ez 34 évvel azelőtt történt, hogy a nők az Egyesült Államokban szavazati jogot kaptak. A vállalat, a California Perfume Company mindössze egy tanácsadóval kezdte pályafutását. Mrs. Albee-vel, aki ötféle parfümöt értékesített. Az elkövetkező években a California Perfume Company virágzott. Az öt illatból több ezer termék lett. Mrs. Albee mellé seregnyi tanácsadó csatlakozott. A New York állambeli Saffernből meghódítva az Egyesült Államokat, majd az egész világot. 1939-ben a vállalat felvette az Avon Products nevet. Egyetlen tanácsadóból mára több mint 6 millió lett. Öt termékből több ezer, egy országból száznál is több szerte a világon. Az elmúlt évben a világon öt nőből kettő vett Avon terméket, és az Avon napjainkban 90%-os márkaismertséget élvez. Az Avon szépségápolási termékskálája olyan jól ismert márkaneveket vonultat fel, mint az Ennyu, Avon Color, Advanced Techniques, Skin So Soft. Több szépségápolási termék tartozik az Avonhoz, mint bármely más kozmetikai márkához. Az Avon a világon élen jár az illatok értékesítésében. Hírességek parfümjeinek hosszú sorát vonultatta fel ez idáig. A legújabbak közé tartozik Outspoken Fergie-től Reese Witherspoon és az In Bloom Courtney Cox Spotlight-ja és Patrick Dempsey az Unscripted Kölnivel. A vállalat Christian Lacroix a világhírű divattervező három illatával is büszkélkedhet. A korábbi évek kínálatában szerepelt Billy Dee Williams Undeniable illata, Cher-től az Uninhibited és Catherine Deneuve-től a Deneuve. Az Avon régóta alkalmaz olyan új technológiákat, melyek korábban nem voltak megtalálhatóak a piacon. Így beírtuk magunkat a szépségápolás történetébe. Több mint 350 tudós dolgozik a 100 millió dollárt érő New York mellett található Saffernyi kutatóközpontunkban azért, hogy világszínvonalú, forradalmi újdonságokat jelentő kozmetikumokkal láthassuk el a nőket. Az arcápolás terén mi voltunk az elsők, akik bevezették a retinolt a bőröregedés jeleinek mérséklésére, és elsőként alkalmaztuk mindennapi szépségápolási termékekben az alfa-hidroxisav technológiát. Ön szerint hány tégely ennyi krémet adunk el óránként a világon? 2400 darabot. A vevők egészsége és az állatok védelme egyaránt fontos számunkra. 1989-ben az Avon az elsők között jelentette be a nagy kozmetikai cégek közül, hogy végleg leállítja termékeinek állatokon való tesztelését. Mások vagyunk, mert elsők vagyunk. Közvetlen értékesítési modellünk üzleti lehetőséget biztosított a nők számára azokban az időkben is, amikor még nagyon kevés esélyük volt a karrierre. A tanácsadók jelentik üzletünk szívét, lelkét. A világ legnagyobb direkt értékesítő cégeként az Avon több mint 100 országban több mint 6,2 millió tanácsadóval büszkélkedhet. Tippeljen, hány rúst ad el az Avon másodpercenként? 4-et. Az Avonhoz tartozni különleges dolog, mert az Avon maga is különleges. A koordinátoroknak lehetőségük van fejleszteni a készségeiket különböző szépségkurzusokon. Nagyobb bevételt generálhatnak, és csapatuk építésével mások számára is vonzóvá tehetik az Avonhoz való csatlakozást. Mindig is büszkék voltunk az Avonnál az örökségünkre, ikonná vált márkánkra, és felelősségteljes vállalati magatartásunkkal elért hírnevünkre. Alapítónk határozott értékek és elvek mentén építette fel a vállalatot. Ennek eredményeképpen az Avon mindig is a legelismertebb cégek közé tartozott. Az egyik legjobb munkahelynek tartják, ahol közel 42 ezer alkalmazott dolgozik, 100 irodában, világszerte. Az Avonnál büszkék vagyunk arra, hogy több nő dolgozik a menedzsmentünkben, mint bármely más tőzsdén jegyzett cégnél. A 10 milliárd dollárt meghaladó éves árbevétel a világ legnagyobb közvetlen értékesítő cégévé teszi az Avont, mely vezető szerepet tölt be a fejlődő és hátrányos helyzetű országok kozmetikai iparában. Az Avon Products elnök vezérigazgatója Andrea Jung felelős a vállalat hosszú távú növekedési stratégiájáért, valamint kereseti lehetőség biztosításáért nők számára
világszerte. Ezzel az Avont világelsővé téve a szépségápolási termékek direkt értékesítésében. Mrs. Zhang elismerésre méltó vezetését számos díjjal honorálták. Az Avon Alapítvány az egyik legnagyobb, több mint 50 országban jelenlévő nőket szolgáló jótékonysági szervezet. Az alapítvány 1955-ös létrehozása óta több mint 800 millió dollárt adományozott világszerte a merrák és a nőket érő erőszak elleni küzdelemre. Az Avon Alapítvány a katasztrófa helyzetek áldozatainak is segítséget nyújt. A hatalmas pusztítást végző földrengés után 1 millió dollárral segítette az áldozatokat Haitin, és 5 millió dollárral támogatta a kínai újjáépítési kezdeményezéseket. McCannell egy évszázada ezt írta. Az üzleti sikerek határait csak a befektetett kemény munka és energia határozzák meg. Ha megállunk és visszanézünk a múltba, majd a jövőbe tekintünk, láthatjuk, hogy a lehetőségeink napról napra egyre nőnek. A nők új korszakát ünnepeljük, és ez fokozottan így van az Avonnál. Továbbra is azon dolgozunk, hogy még több terméket adjunk el, még több országban, még több nő számára. Mi következik ezután az Avonnál? Reméljük, ön erre a válasz. Akár megbecsült vásárlója a termékeinknek, akár tanácsadó, szívesen segítünk. Az Avon az a vállalat, mely festéket tesz a szempillákra, és ételt az asztalra. Egy kézzel a ráncok ellen harcol, a másikkal a merrák ellen. Az a cég, mely ismeri a tökéletes ajkak titkát, és nem fél felszólalni a nőket érő erőszak ellen, vagy a nők anyagi függetlenségéért. Ez az a cég, mely több mint 6 millió tanácsadót tudhat magáénak több mint 100 országban. Ez az Avon. A vállalat, mely 125 éve kiáll a szépség, az innovációk, az optimizmus és mindenek felett a nők mellett.